Úgy érzem magam aranybörtönömben, mint a nőstény tigris, mikor künn az erdőn, bömbölve szólongatja a hím. Hol késik Mohamed, hogy fogadja Iréne császárné hódolatát? Két évvel ezelőtt láttam első ízben. A boszporuszon hajókáztunk, közel az ázsiai édesvizekhez. A császár mellett ültem az aranygáján. Lantosok zenéltek, én unott és nyughatatlan voltam, mint vagyok most is. Egyszerre fényes lovas csapat bukkant fel a parti ciprusok közül. Ő volt, Mohamed, a fivéreivel, vagy huszan Pogány hercegek. Könnyed méltósággal és felséges gőggel ültek arab paripáikon, kesztyűs öklükön a vadászollyommal. A sejemszörű tigrisek egy rettenetes szép csapatja, amelynek játéka is szilaj és felséges. Megmondjam, mi várátok a bizánc Pogány rabság mocskába fúl. Ha a hágia szófia tetején műezzin énekli barbár dalát, és a düledező márványcsarnokokban tunya moszlin lesz az úr. Az a nép, mely élni gyönge, de meghalni gyáva, élő halott árnyék nemzetté lesz, mely múltját, nevét felette lappang a csatornákban, a ciszternákban, egy rettegő, örökké éhes, egymást marcangoló patkányhad.